Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV mély viszonyú műsorában, és köszöntöm Felcsuti Péter közgazdászt, a Bankszövetség volt elnökét, régi barátomat, szevasz. Szia, szia! Kezdjük az obligát kérdéssel, amit minden beszélgetésünkben fölteszek, és akkor majd lesz ennek valamiféle dinamikája vagy íve. Lesz Európai Uniós pénz? Hát ugye a kérdés teljesen jogos, mert én gyakorlatilag most már több mint egy éve ugye többször azt mondtam, hogy az nem lehet, hogy ne legyen. Tehát, hogy az olyan mértékben irracionális lenne a magyar kormány részéről, hogy hát én ezt el sem tudom képzelni, hogy egy ennyire józan ésszel szembe helyezkedő álláspontja lenne. Én ma is ezt gondolom, ugyanakkor az is látszik, hogy ez a dolog, ugye, hogy elkezdődött, mintha elkezdődött volna egy fölkészítés arra néző, hogy talán esetleg mégsem lesz. Ugye itt miniszterek már arról beszélnek, hogy fel kell készülni az uniós támogatások nélküli időszakra, ami egy végtelen cinikus és... Ugye Nagy Mártonra utalsz. Igen, Nagy Mártonra gondolok, hát egy végtelen cinikus álláspont. Szóval, hogy most is azt gondolom, hogy a magyar gazdaság gyakorlatilag működésképtelen EU pénzek nélkül. Ha nem jönnek EU pénzek, és ez nem technikai, vagy nem csak technikai kérdés, hanem, ha úgy tetszik, percepciós kérdés is. Ha nem lesznek Európai Uniós pénzek, nem az a kérdés, hogy a magyar állam képes-e a piacokról mondjuk annak megfelelően drágában ugyan, de körülbelül olyan összegeket összeszedni, vagy esetleg a kínai akkumulátorgyárak hoznak-e ide annyi működő tőkebefektetést, hogy annak az összegét egybe lehessen vetni az Európai Uniós pénzekkel. Nem ez a, azt gondolom, hogy nem is ez az elsődleges kérdés, hanem az a kérdés, hogy a világ hogyan ítélné meg a magyar gazdaságot egy ilyen esetben. Épp például a két héten belül sorra kerülő hitelminősítő intézeti felülvizsgálatok alapján körülbelül mit gondolnak a hitelminősítők erről a kérdésről. A hitelminősítőknek az a véleménye, ami nekem a véleményem, hogy Magyarország a dolog lényegét tekintve működésképtelen az Európai Uniós pénzek nélkül, annak az az egyszerű következménye, hogy leminősítik, visszavágják Magyarországot. Leminősítik, vagy bóvliba, ami még rosszabb, bóvliba vágják, ahol már voltunk egy pár éven keresztül. Tehát befektetésre nem ajánlott. Hát a befektetése nem ajánlott, és ugye annak az a rettenetes következménye, hogy gyakorlatilag Magyarország kiszorul a tőkepiacokról, tehát minden ellenkező híreszteléssel szemben akkor mégsem lehet a tőkepiacokon pénzhez jutni, mert egy csomó pénzügyi befektető számára tiltott, nem befektetésre ajánlott kategóriájú értékpapírokat megvásárolni. Szóval, hogy ennek van lenne egy tovagyűrűző hatása, egy ilyen önmagát erő, hogy ugye akkor a forint elkezdene zuhanni, a kamatokat vissza kéne emelni a 20%-os sávba azért, hogy a forint valamennyire stabil legyen. Magyarán bekövetkezne az, amitől mindenki tart, hogy a magyar gazdaság működésképtelenné válik. Tehát az én véleményem szerint, és ezt én látom, hogy borzalmasan nehéz az Orbán kormánynak rászánnia magát érdemi, arra, hogy érdemben változtasson azon a rendszeren, amit itt 13 éve állítgat össze magának. És az is látszik, hogy az európai tagországok és az Európai Bizottság maga, hát most már a parlamentről nem is beszélve, ez alkalommal, mintha nem engednének ennek a pávatáncnak. Tehát az, hogy az Orbán kormány próbálkozik, és a rá jellemző ez a hazárd játék stílusa, hogy 19-re még lapot húz, amit már egyszer-kétszer megcsinált, és tényleg érdemes is volt 19-re lapot húznia. Gondolok ugye a 2010-es IMF-es tánc páva, amit pár kifejezetten páva táncként büszkélkedtek el maguknak, vagy magukról ebben a tekintetben. Tehát látható, hogy most is van ilyen, hogy majd jönnek az Európai Uniós választások, és akkor a parlamentben áttörés lesz, és bár úgy értem szélső jobboldali áttörés lesz, és akkor nem az Ursula von Leyen lesz az elnök, hanem valaki más, és ahhoz pedig az Orbán Viktor hozzájárulása kell, és akkor a dolog sokkal jobb lesz. Szóval léteznek ilyen forgatókönyvek, hogy csak meg kell úszni a 24-ig szóló időszakot, kellemetlen időszakot, de ez valóban hazárdjáték.
És én személy szerint azt gondolom, hogy egyetlen kormány sem játszhat kockajátékot a saját országával és a saját nem De te népével, magad aki mondtad, egyébként. hogy tulajdonképpen akkor ugye nem kockára hivatkoztál, hanem egy kártyajátékra, de az, hogy 19-re húzott, nem tudjuk hányszor az elmúlt 13 évben a lapot, és bejött neki a kettes. Egy csomószor bejött, igen. Ez így van. Ezt lehet, ugye látszik, hogy én el tudom képzelni, hogy a 2024-es európai parlamenti választások lehet az a remény, utolsó szalmaszál, amiben a kormány kapaszkodik, hogy azt érdemes kivárni, mert akkor végre megvalósul az, ami ugye nem tudott megvalósulni 13 éven keresztül, ugye egy szélső jobboldali áttörés, és a szélső jobboldali áttörés az javítana az Orbán kormánynak a helyzetét. Szóval, hogy én el tudok ilyet képzelni, de ez valóban mind a hazárjáték kategória. Ez nem a józanész birodalma, ez a hazárjáték birodalma. Én személy szerint azt gondolom, hogy mérhetetlen felelőtlenség egy kormány részéről hazárjátékot játszani a saját országával, a saját lakosságával, mert ha nem jön be, akkor itt nagyon durva dolgok vannak. Ez egy kicsit elvisz a gazdaságtól, de a dolog lényegét tekintve arról, amiről beszélsz, hogyha történetesen meg is eshet ez a forgatókönyv, hogy szélsőjobboldali erősödés következik be az Európai Unióban, a jövő parlamentben, a jövő választásokon, akkor is a nacionalista, populista pártoknak és kormányoknak pont az a lényege, hogy nem együttműködnek, legfeljebb ellenzékben, kormányon sokkal inkább befelé fordulnak. De ez már csak az én okfejtésem, nem tudom mennyire elfogadható. Hát ugye az látszik, azt hiszem egy szép példája ugye az olasz kormányfő, aki ugye ahányszor találkozott ellenzékbe a magyar politikusokkal, azokkal mind összeülelkezett, csókolózott, mindent megcsinált, de miniszterelnökként valamilyen oknál fogva mégis inkább a mainstreamhez, a főáramhoz akar csatlakozni, és ebben a pillanatban, ahogy én látom, vagy amennyire meg tudom ítélni, az olasz kormány álláspontja a legfontosabb kérdésekben abszolút uniópárti. Ugye azt mondtad az előbb, hogy ha nem jönnek az Európai Uniós pénzek, akkor az Orbán kormány, vagy magyar gazdaság, vagy Magyarország működésképtelen lesz. Ez konkrétan mit jelentene? Hát ugye az ember mindig ilyen katasztrófa for. Ugye láttuk már, hogy mit jelent az, amikor 420 forint egy euró. Az gyakorlatilag a felbomlás közeli állapotba viszi a magyar gazdaságot, akkor az emberek pánikszerűen menekülni a forint megtakarításaikat, átváltják euróra, ez egyébként már elindult, tehát ez már most is folyik. Az tovább erősíti a forintnak a gyengülését, a gazdaság szereplői nem lesznek hajlandók egy idő után a forintot fizetőeszközként elfogadni. Ugye valamikor már olyan rég volt, hogy már nem emlékszünk rá, de hát a 90-es években rengeteg belföldi szerződés született euróban, illetve márkában, akkor még márkában. Egyszerűen a forint, mint nemzeti valuta kiszorult a gazdaságból. Ugye nem lesznek a vállalati kapcsolatok töredezni fognak, ugye a vállalatok nem bíznak egymásba, akkor ugye mindenütt előre fizetést kérnek. Ennek van egy ilyen önmagát erősítő hatása. A külföldi beruházók elhalasztanak beruházásokat, repatriálják a profitjukat, szóval, hogy egy nagyon ki, az infláció nem tud visszamenni oda, ahova szeretnénk, ugye ahova szeretnénk, ha visszamenne, hát legalább ebbe a 3-5%-os sávba ezt várják, hogy 25-ig talán vissza tud menni. Szóval, hogy hát az, nem tudom, ugye hát a nyugdíjasok kétségbejtő helyzet, bérből fizetésből élőknek kétségbejtő lesz a helyzete. Hát szóval, de éltünk már ilyet, azt kell mondanom. A 90-es évek elején éltünk ilyet, amikor a magyar gazdaság valóban a szétesés állapotában. De ez ugye azt is mondtad, hogy arra bazíroz az Orbán kormány, hogy 24-ben megváltozik az Európai Parlament és az Európai Bizottság összetétele, és az jobban... Királycsináló lehet, ugye, hogy ő királycsináló lehet, az elnök De a mostani állapotot euró nélkül el tudjuk húzni egészen jövő júniusig? Ugye itt igen,
mert hát azért valamennyi uniós pénzek továbbra is jönnek a korábbi éveknek, tehát az előző költségvetési ciklusnak a teljesítése képpen. Ugye a Nemzeti Bank devizatartaléka, ugye ott van ebben a 35 milliárd dolláros sáv, valahol 30-35 milliárd dolláros sávban, ami nem olyan rossz, tehát ez egyelőre működőképes, és Magyarország hozzáfér a tőkepiacokhoz. Azért mondtam, hogy igaz, hogy egy csomót fizetni kell érte, tehát sokkal többet kell fizetni. Ugye hát először többet kell fizetni, mintha valami ingyen van. Másodszor többet kell fizetni, ha valamit nem kell visszaadni. Ugye az Európai Uniós pénzek nem csak ingyen vannak, ugye, vagy nagyon alacsony kamatozású hitelről is beszélünk, hanem vissza se kell adni, ugye ezek ingyenes pénzek. Ez, ha kimegy az ember 5-7-10 éves hiteleket felvenni, hát annak most ilyen 5% körüli. Már most látszik, ugye a költségvetésnek a kamatkiadásai brutálisan megugrottak, és az is látszik, hogy ezek a kamatkiadások egyre inkább devizában vannak, ami rettenetesen érzékeny az árfolyamra. Tehát ilyen körülmények között azt gondolom, hogy hát igen, ebből nagyon kellemetlen. Tehát egy nagyon ilyen láncreakciószerű folyamat tud összeállni, és ez nagyon kellemetlen tud lenni, és egy idő után a kormány úgy tűnik, hogy egyszerűen csak kifolyik a keze közül, nem lesz képes a kormány gyeplőjét kézben tartani. Ugye azt is mondtad, hogy az egyik kísérő jelensége ennek a folyamatnak az lesz, hogy az emberek hozzányúlnak a forintjaikhoz, és elviszik onnan egészen máshova, és nyilván más valutába helyezik el. És azt is hozzátetted, hogy ennek már most is vannak jelei. Ezt meg akadályozandó lépte azt a magyar kormány, hogy mindent az állampapír felé akar irányítani? Én azt gondolom, hogy borzasztóan nem elegáns. Tehát azt kell mondanom, megint ugye ezek a barkácsolások, ezek az ötletrohamok, amit egyébként a gazdaságban a Nagy Márton miniszter, hogy mondjam, személyéhez köthető, a Nemzeti Bankban is nagyon szeretett ilyesfajta barkácsolásokat csinálni, amik látszólag egy problémát megoldanak, úgy, hogy három másikat teremtenek. Ez egy nagyon ugye ilyen szellemesnek tűnő ötlet, hogy az állampapírokat nem adóztatom, az összes többit pedig megadóztatom, akkor nyilván az emberek azt fogják mondani, hogy megyek az állampapír felé, mert annak kedvezőbb az adó vonzata. Ez lehet így, de lehet úgy is, hogy az emberek azt mondják, hogy Jézus Mária, hát ha ezek az emberek ennyire rossz helyzetben vannak, hogy még ennyit is megcsinálják, mi lenne, ha kivinném én Bécsbe a pénzemet? Mi lenne, ha átváltanék mindent euróra, és mondjuk a kismartoni Raiffeisen fiókba, vagy valamelyik kasszába elhelyezni euróban a pénzét, ami természetesen messze van attól, hogy az Orbán kormány megadóztathassa. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a barkácsolások, ezek az ötletelések, amiket most egyébként az Orbán kormány mindig hajlamos volt rá, most kiváltképp hajlamos erre. Én azt gondolom, hogy ezek a pillanatnyi problémát talán orvosolhatják, de én azt gondolom, a nagy problémát egészen biztosan nem orvosolják. Ugye nem titkolom el, hogy volt ugye magánbeszélgetésünk során is eszmét cseréltünk ezekről a dolgokról, és engem mélyen megérint, felháborított, és téged kevésbé, hogy arra kötelezte az Orbán kormány egyébként a kereskedelmi bankokat, hogy olyan kommunikációs levelet, vagy nem tudom milyen formában írjanak a betéteseiknek, amelyben felhívják a figyelmüket, hogy gyakorlatilag, ha ide teszed a pénzedet, rosszabbul jársz, menj át a másik helyre. És ugyan a bankszövetség egy enyhe tiltakozást ezzel kiadott, de te se találtad ezt az ügyet olyan felháborítónak, mint én. Miért? Először is azt gondolom, hogy még egy pillanatig térjünk vissza ehhez, hogy milyen kedvező az állampapírba fektetni a pénzt, mert ugye az Orbán kormány egy apróságot nem említ. Tehát az igaz, hogy ha az állampapírba teszem a pénzemet, akkor annak az adó, hogy mondjam, az adóztatása az kedvezőbb, mint hogyha bármilyen más belföldi megtakarítási formába tenném. Egy apróság van, hogy a korábbi években gyakorlatilag az államok, tehát a visszaváltások mellett. Tehát amikor valaki mégis úgy döntött, hogy vett egy 3 éves papír, de 2 év múlva úgy érezte, hoppá, nekem szükségem lenne a
mégiscsak a pénzre, akkor 2 év múlva bebaktathatott az állam adósságkezelő központba, vagy a bankjába, amely kapcsolatban volt az államadósságkezelő központtal, és gyakorlatilag ilyen minimális visszaváltási jutalék mellett megkapta a pénzét és az időközben felhalmozott kamatokat. Most ezt a finom módosítást végrehajtotta a kormány, hogy gyakorlatilag nem hajlandó garanciát vállalni a névértéken történő visszaváltásra. Tehát magyarán beleültetik az embert abba, amit megvetted. Ha most megvetted egy 5 éveset, 3 éveset, 7 éveset, akkor abba bizony benne fogsz ülni, vagy vállalod, hogy 2-3-4%-os árfolyam veszteséged lesz, mert körülbelül ennyiért fogod tudni eladni a papírodat. Ez valahogy el van hallgatva ez a... Ez finoman, igen, én azt kell mondanom, én sem tudtam, de hát ugye mint ügyfél érdeklődtem a bankomnál, hogy most akkor mi újság ezzel, és ők megérzték, hogy hát hoppá, azért ezt az apróságot, hogy korábban az állam gyakorlatilag hát ilyen 0-1, tehát ilyen teljesen jelképesnek nevezhető jutalékok mellett lényegében névértéken és felhalmozott kamatokkal együtt visszaadta az embernek lejárat előtt a pénzét, na erről most már szó sincs. Ami a kérdését illeti, én nem az a kérdés, hogy én fölháborodtam-e vagy nem, egyébként természetesen mint kormányzati szándékot, hát hogy mondjam, messze nem helyeslem, csak annyit mondtam, hogy de ez nem újdonság. Tehát annak idején, amikor a rezsicsökkentés elindult, erre mindenki emlékszik, hát mindenki látta a saját számláját, akkor arra kötelezték a közmű vállalatokat, villamos, meg gáz, meg víz, meg nem tudom én milyen közmű vállalatokat, hogy mindenki szépen nyomtassa rá a számlájára, hogy hány forintot takarított meg a derék ügyfél az állam nagyvonalúságának köszönhetően. Ez az előzmény a dolognak. Most meg ugyanaz, nagy lényegében azt mondja a magyar állam a bankoknak, hogy ti meg most írjátok rá, hogy mennyire jobb ott csinál az ügyfél, hogyha nem nálad helyre tartja a pénzét, hanem a... De ez versenyjogilag rendben van? Versenyjogilag rendben van, mert az állam nem versenyzik. De hát tehát úgy értem, szerintem ez nem jogi kérdés. De ez nem piaci szereplő? Ebből a szempontból az állam nem piaci szereplő? Nem, az állampapír az nem. Az de facto természetesen versenyzik a másik többi befektetési termékkel, de az államnak nincsenek verseny, ilyen értelemben nincsenek verseny szempontjai. Tehát én úgy érzem, hogy ez nem jogi kérdés. Ha az lett volna, akkor valószínűleg valaki megtámadja. Nem jogi kérdés, hanem az, hogy milyen országban akarunk élni. Tehát mennyire tisztelik mennyire tiszteli az állam a piac szereplőinek az autonómiáját. Mit kényszeríthet rá az állam a piac szereplőire, legyenek azok magánemberek vagy vállalatok. És a magyar állam láthatóan úgy gondolja, hogy bármit rákényszeríthet a piac szereplőjére, és én ezt említettem, hogy annak idején Karinti mondta azt, hogy az állam még azt is megteheti, hogy mielőtt az adódat befizetni, de előtte 2 pofont kapsz az adóhatóságtól, addig nem fizetheted meg, ameddig nem kaptál 2 pofont. Tehát az állam sok mindent megtehet, a kérdés, hogy jól teszi-e a megtehet. Tehát háborús idő az egy dolog, úgy értem, ha Ukrajnába csinálnának valami ilyesmit, amelyik háborúzik az életért, stb. Ugye a körülményeken sok múlik. De Magyarország egy normális ország kéne, hogy legyen, ott ilyesmire nem lenne szükség, ahogy egyébként látjuk, hogy az Európai Unió egyetlen más országában se tartják ezt szükségesnek. De ha már ezt mondod, hogy az Európai Unió egyetlen más országában sem, Ukrajnával szomszédos országok sem, tehát nem csak magyar. Ja, ez természetesen. Amit a magyar állam mond, hát ez pontosan, azt gondolom, nem szorul különösebb bizonyítékra, ez szintiszta propaganda, ennek a valósághoz semmi köze. Igen, de hogy a piaci szereplőket ez nem bizonytalanítja el, ez a veszélyhelyzeti kormányzás? Tehát immár 2 éve folyamatosan rendeleti kormányzás van Magyarországon, és a legkülönbözőbb rendeleteket hoznak meg, anélkül, hogy annak bármiféle köze lenne egyébként a háborúhoz, tehát a tőlünk azért hál' Istennek távol lévő frontvonalhoz. Hogy ez nem bizonytalanítja el a piaci szereplőket? Én biztos vagyok benne, hogy ugye egyrészt ezek a dolgokhoz hozzá lehet szokni. Tehát valamennyi idő után az van, hát nekünk nálunk ilyenek a viszonyok, és akkor az emberek abból indulnak. Ez az új norma. Tehát ez az új normális, ami most Magyarországon van, a piaci szereplői gondolhatják ezt. 2.
nagyon gyenge, ahogy látszik a piaci szereplőknek az érdekérvényesítő képessége. Ez részben ennek hagyományai vannak, tehát azért egy magyar társadalom, meg a magyar piac is mindig eléggé atomizált volt, tehát ezek a különböző érdekvédelmi szervezetek, ha csak nem a kormány kebelén belül működnek, hát látjuk ugye a parrakféle dolgot, akkor ezek valójában nem olyan rettenetesen erősek, nem utolsósorban azért, mert tarthatnak az állam retorziójától. Tehát azért, hogyha valaki mondjuk egy bankot különösebben ugrál, 2 percen belül kaphat egy bankfelügyeleti vizsgálatot, 3 percen belül kaphat egy NAV vizsgálatot, mindegyik 100 milliós, a kockázata 100 milliós lehet akár. És ha meghoznak ilyen, és nem olyan nagyon biztos, hogy a bíróságon sikerül az embernek az igazát megtalálni. Tehát valójában ez egy szélesebb problémával, ugye a jogállamiság helyzetével, az állam túlterjeszkedésével függ össze, hogy az emberek nem lehetnek biztosak abban, hogy egy alapvetően önmagát korlátozó államról beszélünk, ahogy egyébként helyes lenne, hogy az állam önmagát korlátozza, hanem éppen ellenkezőleg egy állam a saját erejét úton útfélen fitoktató és úton útfélen a különböző célok érdekében labba vető államról beszélünk itt, ami hát ugye meg kellő aggodalommal, meg félelemmel tölti el a piac szereplőit. Végezetül egy teljesen más téma, és itt hagy kotyogjak el egy olyan dolgot, amire nem hatalmaztál föl, de mégis elkotyogom, hogy te ugye elfordítottál egy könyvet, ami arról szól, hogy az Egyesült Államok és Kína versenyében Kína hogyan tudja megelőzni adott esetben az Egyesült Államokat. Nem tudom, hogy mikor fog ez a könyv megjelenni, de jelenleg csak megkarcolva ezt a témát, hogy ez egy reális dolog, hogy ez a Kína el tudja hozni gazdasági erőben az Egyesült Államokat? Legalábbis a könyvszerzője szerint. A fordítás folyamatban van, tehát itt. Ugye még nincs készen. Hát egy változatot már megírt, megcsináltam. Igen, tehát a meg lesz, tehát úgy értem, hogy én nagyon bízom benne, hogy idén ez a könyv meg tud jelenni. Minél ugye jobban haladok előre a fordításban, annál inkább azt gondolom, hogy a világ dolgai iránt érdek, politikai kérdések iránt érdek, világpolitikai kérdések iránt érdeklődő emberek számára hallatlan, izgalmas és érdekes lenne, ha ez a könyv meg tudna jelenni Magyarországon. Számomra eléggé egyértelmű a könyv is, de meg egyéb olvasmány élményeim alapján is, hogy Kína el fogja hagyni belátható időben. Tehát a kínai bruttó hazai termék, ha ebben mérjük a gazdasági erőt, akkor Kína pár éven belül, 10 éven belül meg fogja haladni az Egyesült Államokét, tehát a kínai bruttó hazai terméke. Ami ennél izgalmasabb, ugye azt hiszem, én azt is említettem ezen a beszélgetésükön, amit a szerző mond, hogy ugye az amerikai bruttó hazai termék az 300 millió vagy 350 millió magánember között, vagy magánszemély között oszlik el, és az állam ennek valahanyad részének képes a centralizálására. Tehát ugye az adók meg egyebek formájában a bruttó nemzeti jövedelem, ha inkább arról beszélünk, nem a bruttó hazai termékről, a nemzeti jövedelem valahanyad részét képes az állam a saját céljaira kvázi koncentrálni. Ez lehet 10-20 vagy 30%. Amit ez a szerző mond, hogy Kína esetében, amelyik messze nem arról szól, hogy az 1500 millió vagy 1200 millió ember között ugyan megoszlik ez a vagyon, ám de a kínai állam nem a 30%-át, hanem ha úgy gondolja, akár a 60-at vagy a 70-et is képes a saját céljaira koncentrálni, tehát összevonni, amit nem lehet egy napon emlegetni azzal, amire az Egyesült Államok képes. Bocsánat, csak leegyszerűsítve a dolgot, az Egyesült Államokban vannak gazdag állampolgárok és egy viszonylag kézben tartott állam, szemben a Kínával, ahol nagyon gazdag állam van és szegény társadalom. Amíg azt láttuk, hogy ugye olyan milliárdosok, mint mondjuk az Alibaba nevezetük, ami ugye az a kínai Google, az egyszerűség kedvére az Alibaba, és annak a tulajdonosság, most nem jut az illető úrnak a neve az eszembe, ugye hát ő fölépített egy több 10 milliárd dollár értékű vállalatot. Na ez az úr, az Alibaba tulajdonosa egyik pillanatról a másikra eltűnt,
és csak valamennyi idő elteltével került elő, hogy a kínai állam gyengéden meggyőzte őt arról, hogy esetleg az Alibabának sokkal nagyobb mértékben kéne a kínai állam céljait szolgálni, és én most konkrétan nem tudom megmondani, hogy mik lennének ezek a célok, de mindesetre a kínai államnak a képessége, hogy a kínai gazdaságban megtermelődő vagyont sokkal nagyobb mértékben összpontosítsa a saját gazdasági, katonai, politikai, stb. Céljaira, az biztos, hogy sokkal jelentősebb, mint az Egyesült Államokban. És ez az igazi veszély, hogyha Kína úgy dönt, ahogy egyébként a könyvből lehet azt olvasni, hogy mondjuk a repülőgép anyahajó területén, ami ugye hát a haditengerészetnek egy meghatározó eleme, többszörösét képes előállítani valamennyi idő eltelt. Tehát ugye egy év alatt, két év alatt, öt év alatt, mint mondjuk az Egyesült Államok. Szóval, hogy ez egy nagyon, és persze senki nem gondolja, hogy kínai problémamentes ország lenne, nagyon súlyos demográfiai, meg egyéb gondjaik vannak. Ugyanakkor azt sem emberjogi. Gondolja senki. Igen, ugyanakkor azt sem gondolja senki, hogy ne lenne politikailag stabil. Tehát a szerző azt írja, hogy hát, hogy biztos, hogy legalább 80%-os támogatottsága van a kínai kommunista pártnak Kínán belül, egy nagyjából hasonló ahhoz, ami Oroszországban Putyinnak. És akkor még ott van Magyarország is, ami támogatja ezt a kínai kommunista. És akkor még ott van Magyarország is. Felcsuti Péter, köszönöm neked, hogy itt voltál. Önöknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.